Pert indít Áder János Huga, Gyérémet Erzsébet és Dobrev Klára a Demokratikus Koalíció politikusai ellen a Bicskei Gyermekotthonban történtek kapcsán tett az őt ért hazug kijelentések miatt. Erről a volt köztársasági elnök beszélt a Kossuth Rádióban. Áder János azt mondta, 2011-ben az akkor főosztályvezető Huga felmentette a munkavégzés alól a Bicskei Gyermekotthon igazgatóját, fegyelmi eljárást indított és büntető feljelentést tett, amelynek nyomán 11 hónapig nyomoztak, ezért hazugság az, hogy ne tett volna semmit. A volt köztársasági elnök arról is beszélt, hogy a kegyelmi döntés folyamatában az igazságügyminiszteren és az államfőn kívül senki sem szólhat bele. Egy fiatal ember közúti balesetet okozott. Nem a látási és az úti megfelelő sebességgel vezette az autóját. Meghalt a balesetben valaki, Áder János a Kossuth rádióban sorolta azokat a példákat, amelyek államfői hivatala alatt kegyelmi kérvényként a Sándor palotához érkeztek. A volt köztársasági elnök arról beszélt, az ilyen ügyeknél az államfő nem az ítéletet írja felül, és nem azt mérlegeli, hogy a kérvényt benyújtó bűnöse. A döntés arról szól, hogy emberi szempontok alapján az elkövető jogosult-e kegyelemre vagy sem. A bíróság két év börtönre ítélte ezt a fiatalembert nem is annyira a börtöntől félt, hanem a lelkismerete nem tudott megnyugodni. Újabb és újabb öngyilkosságot kísérelt meg. És az utolsó öngyilkossági kísérletnél meg nem halt ugyan, de olyan súlyosan sérült, hogy az egyik karját válból, a másik karját pedig <coughs> alkar részen kellett amputálni. Világos volt, hogy a börtönbe ő csak a rabkórházba kerülhet, tehát a hagyományos börtön körülmények között őt nem tudják ellátni. És akkor a kegyelmi ügynek az volt a tárgya, hogy rabkórházba töltse a büntetését, vagy hazamehet. És a család, aki vállalta a gondozását, a család gondjaira bízzuk. Én azt gondolom, hogy ez az ember jobban megbüntette magát, mint ahogy a bíró őt megbüntette. A családi, az egészségügyi és a szociális körülményeket a bíróság nem mérlegelheti, a köztársasági elnök viszont igen, ez a kegyelmi jogkör célja, fogalmazott Áder János. Az egykori államfő szerint 1990 óta a mindenkori köztársasági elnöknek több tízezer kérvényt kellett megvizsgálnia. Ez idő alatt az államfők minden esetben ugyanazt az eljárást folytatták le, vagyis a kegyelmi döntések kizárólag az igazságügyi miniszterre és az államfőre tartoztak. Ez egy kétszereplős eljárás. Mondhatom azt is, népiesen szólva, hogy harmadik szereplőnek nem osztottak lapot. Az egyik szereplő az igazságügyminiszter, a másik szereplő a köztársasági elnök, és mindkettejüknek a szakmai csapata. Tehát harmadik szereplőnek, sem másik kormánytagnak, másik miniszternek, sem a miniszterelnöknek, sem külső személynek itt nem osztottak lapot. Áder János hozzátette, bár tíz év alatt összesen 119 kegyelmi kérvényt bírált el pozitívan, csak neki összesen több mint 6000 ügyről kellett döntenie. A kormány vagy a pártfrakciók tagjai azonban egyszer sem avatkoztak bele a döntésbe. Tudták, hogy ez a köztársaság elnöknek ebben az esetben az én döntésem, egy teljesen világos, alkotmányos jogkör, és nincs ebbe senkinek se beleszólása. A korábbi államfő az interjúban a Bicskei Gyermekotthonban történtek kapcsán arról is beszélt, Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára és a szintén dékás G. is hazuk kijelentéseket tett testvére, a korábbi Emberi Erőforrások Minisztériumának gyermek- és ifjúságvédelmi főosztályát vezető Pölöskei Gábornéról, ami miatt mindkettejük ellen pert indítanak. A hugom és a stábja, tehát ő egy Főosztályvezetet felmentette az igazgatót a munkavégzés alól, fegyelmi eljárást indított, és büntető feljelentést tett. 11 hónapig nyomoztak ebben az ügyben. Erre azt mondani, hogy nem tett semmit, hát majd a bíróság eldönti, hogy ez megfelel a valóságnak. Áder János kiemelte, Dobrev Klárának és Géni Meterzsébetnek rágalmazás és személyiségi jog megsértése miatt kell majd felelnie a bíróságon.